Csőt és a csokoládé, és szavaztok gyerekek üdv a csatornán, kiperjelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22 full szimulátor jellegű gameplay sorozattal. Meginvitálok benneteket egy kis csodálatos szeptemberi időjárásra. Figyeljetek, oda nézzetek, sárgulnak már a dolgok, de azon kívül, hogy sárgulnak a dolgok, nekünk egy csomó dolgunk van, úgyhogy bele is húzok, mert jó lenne, hogyha haladnánk valamennyire. Azt írta valaki, hogy a... Ne! Megkőkezett a malac, gyerekek, de mekkora malac lett az egybe? Hogyan lehet ez? Megkőkezett a malac. Van nekik kajájuk még, van nekik élelmük is, és van nekik vizük is, úgyhogy minden tökéletes. A kecskéket kell, a birkákat kell ellátnom egyébként. De jó! Van már három malacom, nagyon gyorsan bemegyünk ide. Várjátok! Van mézem is, ami szerintem nem valami túl sok, 80 kiló. Azt nem is fogom elvinni, 14 liter egyébként. Nem is fogom elvinni, viszont annyit akartam megnézni, nem az üzletnél, hanem az állatoknál, hogy akkor itt mi van. De most ez mi? Tíz hónap, kettő! Kettő darab van? Kettő fiatak? Zsanyi darab, kettő fiatal? Komolyan? Ezt most nagyon gyorsan megnézem, mert előleg akkor kettő fiatal. Hú, gyerekek, ebből lehet, hogy lesz pénz. Nem is figyeltem, oda nézzé. Négyen vannak, négyen lettek, úristen. Csak ugye ezek még ilyen serdülő korban vannak, vagy ilyen nagyon-nagyon fiatal korban konkrétan újszülöttnek számítanak. És emiatt ők nem fognak termelni már mostanában. Szóval jó, oké, de nincs semmi gond. Figyeljetek, egy csomó mindent kéne csinálni, például kellene akkor kaszálni, kellene az állatoknak csinálni itten dolgokat. Vizet kellene például, meg kaját kellene, ugye. Menjünk rá a kajára, jó srácok, le kellene akkor itten kaszálni egy kicsit ezt a gyöppöt. Nem tudom, melyik részt kaszáljam le. Igazából az lenne jó, hogyha minél közelebb csinálnám, azt akkor nem lenne ilyen probléma, ugye? Hogy messziről kelljen hordanom. Úgyhogy itt egy kicsit, ne terep, hanem országútba. Itt egy kicsit nekiállunk kaszálgatni. Azt hozunk, hordunk be nekik azt a betyár, gyerekek. Várjátok, én belekeveredtem itt a fülhallgatóba, azt állítem, történtek dolgot egyébként. Nagyon gyorsan rákonfiguráltam még több billentyűt erre a heavy equipment setre, hogy kicsit jobban, hatékonyabban tudjak dolgozni. Na figyeljetek, megkezdjük itt, aztán lekaszálok egy csomót, jó? Aztán valami lesz vele, gyerekek. Be kell hordani, be kell talicskálni. Na most kíváncsi vagyok, hogy a 4-es gombra, igen, beraktam a kaszát, vagy az elindítást, így most már elvileg ez működik, és tök jól néz ki, gyerekek, úgy működik, ahogy kell, ugye, hogyha húzod, várjátok, nézzünk valamerre, aztán húzzuk meg, hát mondjuk egy kicsit nagyobb sebességgel is kéne azért, szerintem ezt tudjuk húzni, mint az állat, ezt akkor lerántjuk, mondjuk lehet nem országot 9-be kellene húzni, nem, srácok? Figyeljetek, ezt ilyen, mondhatni ilyen random. Le fogja kaszálni a keeper. Legyen nekünk egy kis fűünk. Tudjak abból az állatoknak ennyi-annyi, ugye? Egy kicsit egyenesebbre is csináltam volna. Figyeljetek, ezt itt a fáig, meg oda-vissza lehúzom, aztán valami lesz. Sajnos ugye rendsorról nincs, lapátunk van, vödrünk van, meg talicskánk, úgyhogy ebből kell gazdálkodni most a keepernek. Hát nem tudom, hogy ez mennyire lesz nagy munka, de meg kell valahogy valósítani. Jó, srácok? Úgyhogy ez muszáj lesz. Hát, hogy kimegyek egy kicsit kijebb, így, és akkor megpróbáljuk egyenesre lekaszálni ezt a részt is. Mert akkor könnyebben is ráfordulok a... Jó nagy fű van itten már. Hát itt meg el is maradt. Kemper kasza. Mi az a kemper kasza? Ez mindig eszembe jut, ez a kemper kasza. Szokták emlegetni a nézők. Az egy márka volt? Ez a tipikus olyan, mint a Flex, meg az akármicsoda, mert gondolom kemper volt a márkája. És...
emiatt hívták Kemper kaszának az olyan típusú kaszákat, vagy pedig csak tényleg egyfajta volt? Ez itt az olyan dologgatni kéne, mert itt bele fogunk keveredni. És hogy kicsit tolassunk hátra. Az a gond, hogy ki kellene kapcsolnom addig. Jaj, de jó, ráraktam a heavy equipment setre az indítást, így akkor most már nincs olyan nagy gond. A 4-es key-re ráraktam. Kár, hogy nem látjátok, most már a billentyűzethez igazából akkor kell érnem, amikor hát, amikor ilyen gyalog vagyok, akkor én inkább az egered billentyűzetet jobban preferálom, bár ugye azt is lehetne kormányról indít, irányítani, de valahogy nekem az úgy nem annyira jön be, srácok. Na, egy ekkora területet lekaszálunk, azt megpróbáljuk beoldani, jó? Valamit kitalálunk rá. Hát talicskával kell, mint a valóságban azért, nem csak idei van. Géppel kell egyből gondolkodni. Most. Megállítjuk a kaszát, ne legyen belőle gond. Hogy olyan helyen is kaszálok, ahol nem kellene. Kicsit hátra tolok. Aztán mehetünk előre, ezt már lehúzzuk talán egybe. Elindítjuk a kaszát. Jó. Srácok, figyeljetek, máshol nem kell lekaszálni, mert szerintem ez bőven elég lesz. Mindjárt meglátjuk, hogy egyébként ezt elég... Milyen jó forogott a tetején. Ah! Jó, meg van csinálva az a mód, szép. Ó, és nem sikerült. Nem sikerült az egészet. Nagyon kíváncsi vagyok egy-két dologra. Például írtátok, írta valaki, meg már az előző videó alá is, meg most is írta, hogy baj lesz a malacokkal, mert nem lehet nekik berakni szalmát, akkor nem is fognak azok termelni ganyét. Úgyhogy arra ne számítsak, hogy termelnek ganyét. Na hát arra nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez tényleg így fog ez lenni, vagy pedig nem. Nem tudom. De majd ezt meg fogjuk tapasztalni. Ez hátrafele is víz. Oda vissza vannak kések, vagy mi van? Föl kéne rakni az elejére, mi azt úgy. Ott le is vitte szerintem. Akkor álljunk meg. Állítsuk meg, járjunk félre, aztán megpróbáljuk beoldani. Jó, srácok? Valahol ide földre is fölállhatok, mert igazából nem sok minden került bele sajnos. Mivel ugye a Keepernek, ugye jó összekoszoltam már oda nézni. Behoztam ebbe a földbe, azt titkosodott össze így. Tiszta ganyélet. Na, jó, hát akkor talicska gyerekek, talicska. Hova kell behordanom? Ide kell, nem ide kell behordanom. Ide kell szerintem behordanom. Na jó, induljunk akkor. Hát ez erre nagyon kíváncsi leszek, hogy a talicskával hogy fogom ezt összerámolni. De micsoda egy nyomot hagyunk a talicskával, jó széleset apám. Na hozzuk a lapátot, hát... Van, lesz itt meló apám, lesz itt meló. Hát hamsterre nincsen pénzünk, meg igazából semmire nincsen pénzünk, mert van 1000 eurónk, úgyhogy ebbe kell gondolkodni, jó srácok, hogy a pénzt azt meg kell termelni. Először annyit akarok, hogy elátom az állatokat, azt lehet, hogy egy bérmunkát vállalunk. Lehet, hogy most már több bérmunka van. Ez mennyi, hány liter fér? 48, 59... Ó, gyerekek, ebbe elég sok liter fér, ahogy látom. 100 liter belefér. A talicskába nem tudom mennyi. Ez nem tudom, ezt hogy fogom megvalósítani. Be tudom önteni a talicskába? Ezt kisöntöttük? Kisöntöttük, de hova? Bele a talicskába. Jó. Működik a projekt, gyerekek, úgy látom. Annyi, hogy akkor jogosba. Ezt az egyik a füvet. Gyerekek egyébként, ez jó. Ez szerintem ez tök jó, meg van oldva. Szeretem az ilyet, hogyha van ilyen kis realisztikus feeling. Nem tudom, hogy ez... Aha, így. Bele a talicskába, tök jó. Jó oldalra összekapom, igazából Vellával lenne jó. De Vellát azt nem találtam. Ugye az ilyen ganyé meg ilyenek azok Vellával lennének. Mondjuk eléggé összeaprított, úgyhogy lapátta is össze tudod szedni. Gyerekek, ez a talicska, ez nem is lesz kicsi. Már nem is tudom, hányadik lapáttal szedtem bele. Már van vagy 300 liter. Na, érdekes mondjuk. Ó, hát akkor kaszálni kell még területet, srácok, mert akkor tudom behordani. Azt hittem, hogy nem leszünk ilyen hatékonyak, de igen. De hatékonyak vagyunk. Gyerekek, hatékonyak vagyunk, úgy látom.
De most tényleg azok vagyunk. Lehet, hogy kinevettek. De azért az nem olyan rossz szám, hogy 100 liternyit bele tudsz szerni. Hát egyébként nem túl reális, mert ugye 100 liter azért az nem ennyi lenne. 100 liter az elég kemény lenne. Ez körülbelül amennyit fölszed, az szerintem egy ilyen 5 liternyi fű. De hát úgy meg eléggé useless lenne, használhatatlan ez a lapátolás. Lassan jönni fog a tél. Hát a telet azt valószínűleg, hogy fakitermeléssel is fogjuk elütni. Ugye télen általában azt szoktak csinálni, hát nem tudom, ilyen fűkaszálás meg ilyesmit, azt lehet télen? Elképzelhető, hogy lehet, nem? Nagyon kíváncsi vagyok dolgokra. Arra még nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg nem termelődik-e a ganyé. Ugye? Mert hogyha termelődik, akkor viszont ugyanígy lapáttal, hogyha veszek egy trágyázót, akkor abba bele lehetne szórni. Mert ugye most például trágyázni kéne ezt a földet, csak nem volt rá semmire keret. Meg nem volt, hát nem műtrágyázni akartam, mert szerintem az realisztikus, hogyha rendesen trágyázzuk. Elég jó ez a lapát. Ezt így bírom. Én ezt így élem. Esküszöm. Hát figyeljetek. Valószínű, hogy kicsi ilyen egyszemélyes, kicsi gazdaságban, ami a nulláról indul, ott nem homlokrakodót vesznek kapásból, hanem lapáttal fogja szórni a ganyéd vagy vellába, nem? Úgyhogy szerintem ez tök realisztikus. Ennek így kell lennie, és ez így jó. Ilyen, törj a kezemet, ma adoptál. Ilyenkor kell hazamenni, azt szokták mondani a melóhelyen, hogy na most te mennyi haza, mert adobod már a szerszámot is. Égeti a kezedet a munka. Itt keresztben azt mondja, hogy gyerekek, már figyeld. Szerintem egy ilyen egynegyedét már összeszedtem, és még egy talicskával nem telett meg. Ez szerintem egy legalább egy 1000 literes ez a talicska. Nem emlékszem, nem néztem meg, hogy mennyi. De teljesen hatékonyan lehet így dolgozni. És hogyha a ganét is így tudod dobni, mert miért ne tudnád, akkor az tök jó lesz, gyerekek. Akkor tudunk ganyét szépen bemerni. Vízünk az van még. Úgyhogy ez jó lesz. Ez megtellett? Úgy látom megtellett. Na akkor rakjuk le a lapátunkat. Aztán nézzük, hogy mi a szitu. 1200 liter, srácok. Ami nem olyan rossz. Na most erre kíváncsi vagyok, hogy lesz-e itt olyan, hogy ürítés itt. Ez így működni fog-e. Ah, nagyon jó, gyerekek! Áttöltés megkezdése. Nem mondod, és így önti ki! Gyerekek, halljátok! Ez epic! Na, ennek így kell lehet megvalósítani a játékba ezt. Ez nagyon epic! Ezt imádom, ez nagyon jó. Ez nagyon korrekt, meg ahogy meghagyja a nyomot is. Ez tök jó. Ide áthozzuk, ide bedobjuk. Á, nagyon jó. Hát ez nagyon... Tudom, hogy nem ehhez vagytok szokva, hogy... Jéha. Nem ehhez vagytok szokva, de hát higgyétek el, meg a falusi gyerekek szerintem tudják, hogy ez így működik. Ez nem úgy működik, hogy ez így van. Jaj, ezt meg kiöntötte földre, de várj! Nem jó helyen öntöm? Szerintem nem jól jelentettem, odaöntöttem a földre. Jó, szedjük tovább. Figyeljetek, erről a területről lejön egy 3000 liter, és nem tudom milyen gyorsan eszik, de én úgy érzem, hogy az nem lesz nekünk egy olyan nagyon, nagyon veszélyes. Nagyon érdekes ez a season mode, remélem, hogy ki tudom használni teljesen. Később ugye még jobban kell ezekre figyelni, hogy... Egyébként egy ilyen damilos kasza még, amit így elviseltem volna, de az a nagyon retro régi, ilyen kerékről áttételezett szökhajtási cucc, az jó, megint oda rakta, látod, hogyha nem fölötted, mint a valóságban az. Mellé öntöd, akkor azért annyira nem öntöttem én ezt mellé. Ez annyira béna vagyok, hogy jó rakodóképes, hogy csak nem látsz térbe, mi? Ezeket a mémeket, ezeket nem tudom, mindenki ismeri, lehet, hogy nem. Nagyon jó rakodógépes vagy, de nem látsz térbe. Még 100 liter. Na jó.
Azért itt el lehet dolgozgatni. Jó, figyeljetek, meg lesz a birkáknak a dolog. Rakunk neki vizet is, ugye? Természetesen. És utána, akkor már fogják termelni ők gyapjút. Amivel megint tudunk majd kereskedni, úgyhogy azt is el tudjuk vinni. Ugye a tojást is, meg a gyapjút is. Azt szerintem az lesz, hogy megvárjuk, hogy legyen belőle azért bőven. Meg lehet, hogy fordítok arra még, hogy veszek birkákat még. A malacokat meg azt fogom csinálni, hogy mindig eladom majd a fölösleget. Egyébként lehetne egy izét, egy hentes üzemet saját magamnak is feldolgozni. Mert lehet itt már ugye feldolgozó üzemeket is venni, hát ilyen kisebb hentes üzemet, és akkor ott csinálnám én kapásból a hentes árut. Nem eladnám a malacot, hanem én dolgoznám föl a gyerekek. Egy olyan is tök jó lenne, és akkor így vagy egy asztalos üzemet, vagy valamit, nem tudom, vagy pedig na jó, ez tök jó lenne. Szerintem ez lehet, hogy jobb lenne, nem, srácok? Mit gondoltok, hogy milyen ágazatba fogjunk bele? Hentesek legyünk? Vagy pedig... Ezt írjátok már meg, hogy szerintetek jó lenne egy ilyen izé, egy ilyen, hogy nyitanék egy ilyen üzletet? Lehet, hogy azt kellene, hogy venni egy ilyen földet, és akkor egy ilyen rendes, ilyen hentes ütemet kialakítani rajta. És a disznókat, vagy pedig ide a sarokba még egy ilyen kis hentes. Hentesnek nevezik, nem? Minek nevezik? Húsfeldolgozó? Nem nevezném húsfeldolgozónak, mert ugye ilyen, ez ilyen kicsi lenne, ilyen családi, az tök jó lenne. Nem az lenne, hogy ilyen marha nagy. Szerintem egyébként lassan megtelett, úgyhogy ezt a lapátot addig ide szépen lehelyezem. Aztán már talicskálunk is. Egyébként külső nézetben marha jól néz ki, mert ott ugye fogja is a nyelét. De mivel szimulátorban vagyunk, és majdnem tökéletesen eltaláltam, hogy megtelett. Így nem fogunk most. Gyerekek, a talicska üzem órája, az 10 perccel használjuk. Szépen ürit. Há, nagyon jó, élem ezt. Lesz a birkáknak kajájuk. Egyébként nem tudom, hol van a vájújuk, hogy a kaját azt így látod-e. Viszont ő nekik a tisztaságra kell figyelni, úgyhogy majd azt vissza kell ugye, amit kikérőznek, az vissza kell majd dobálni. Na, ide letöbbom a talicskát, azt itt akkor össze. Hát, ez nagyon jó. Meg lehet, hogy még ma elmegyünk még egy bérmunkázni is, mert ugye még pénz az olyan annyira nem jön, hanem még csak befektetési rendszer van. De egyébként ez a sorozat, így tök... Ebben megint egy csomó mindent lehet csinálni, és ezt tök bírom. Na, öntsed? Mivel ebben van ez az évszakok dolog, meg a termelési láncok, azért ebből megint ki lehet hozni egy nagyon érdekes dolgot. Főleg ez, hogy nyitni egy ilyen, vagy pedig nekiállni komolyabban ugye még disznókat. Figyeljetek, a disznók igazából ugye azok így termelődnek, mármint lejönnének, csinálni még ólakat. Lehet, hogy ez... Figyeljetek, lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy a mezőgazdaságot majd valahol máshol csinálni, hanem itt érzem, hogy ebből van potenciál. Hogy azt csinálni, hogy... Hát jó, ez a mezőgazdaság marad itt lehet, de később... Ott egy fekete macska fönn a háztető, ne! Vagy egy varjú, jön le a falon, azt már kemény gyerekek. Ez olyan, mint a paukember. Na, mindjárt meg vagyok, nem. Egyébként az a jó, most lehet, hogy azt mondjátok, hát jaj, de unalmas, most itt lapátolod, de ilyen, ugye ilyenkor meg a tervezés szakasz tudjuk csinálni. Ki tudjuk találni, hogy mit kellene csinálnunk. És ami nagyon gondolkozok, ez az, hogy valamilyen a termelési láncokat, ha már egyszer 22-be, FS 22-be bekerültek, akkor azokat hogy ki lehetne használni, meg akkor érdemes lenne azzal foglalkozni. Az mindenképpen egy újdonságnak hatna, ugye a Farming Simulator 19-hez képest. Az a baj, a lapátot... Jó van, fölöptem, jó. Ráharaptam, gyerekek, hogy nehogy leessen. Ráharaptam a lapátra, oda kell tolni, mert izé van meg. Itt van.
Hát de egyébként ez annyira izé, annyira ilyen tök realisztikusnak tűnik nekem. Na, ilyen nagyon úgy élem meg. Meg az baromi jó egyébként, hogy soha nem váltok külső nézetbe. Az ad egy olyan feelinget, meg hogy nem tabolok. Ezt nem tudom, azt feltűnte már, mint ilyen, szerintem annyira benne vagyunk már ebbe a játékmechanikai szabályrendszerbe, így bele vagyunk szorítva, hogy már szinte fel se tűnik. Azt úgy vágjátok, hogy soha nem tabolok. Hogy nincs tab, és hogy nincs térkép. Tök durva, tök jó. Hogy nincs térkép, fogalmat sincs, hogy jaj, az viszont nem volt jó. Egy dolgot még nagyon bánok, hogy nem csináltam meg, de már nem vezetem be, hogy HUD. Ugye HUD-ot, ugye arról beszéltem már, hogy azt ugye eltüntettem volna még szívesen. Mert akkor hát mindent úgy kellett volna, ugye kitapasztalnod HUD nélkül. Mennyi van benne? Látod, például ugye tök nem kellene HUD, ahhoz, hogy megnézz, hogy hány liter van benne. Figyelj, nagyjából tele van a talicska. Hát a valóságban sem úgy van, hogy ha most van annyi liter benne, most kell eltolni, többet egy picit se fér bele. Látod, érted, hogy kb. Mennyi van benne, nem? Ez tök realisztikus lenne. Úgy. De viszont ez az, hogy nincsen tab. Ó, nem tudok többet berakni, gyerekek. Ez viszont egy érdekes szituációt szül. Ez azt a szituációt szüli, hogy mondj gyerekek, ide fogom pakolni. Ide fogom pakolni, gyerekek. Össze fogom szedni, és ide fogom pakolni, mert a valóságban is valahogy így van. Egy szénabogját csinálok. Wow! Ez tök jó. De nem is oda kellett volna pakolnom, hanem ide, ugye a kaszálóra, a szénabogját oda szokták már, mondjuk nem feltétlenül. Várjál, ide betolom középre. Csinálunk egy szénabogját, azt lehet, hogy egy kicsit odébb dobom majd. Ó, nem tudok többet berakni. Ez jó. Ez egy jó hír, mivel akkor egy csomó időre elég lesz nekik ez a fű. Hát ez figyelj, a birkatenyésztés, az már megint látom, hogy itt nagyon megéri. Néhány tyúkot is kellene. Egyébként azt kellene csinálnunk, hogy az összes ágazatot így kimaxolni. Mit szólnátok hozzá, hogy ennek a gameplaynek, hogy legyen célja, konkrétan az összes termelési láncot így ki kéne maxolnunk, hogy a mondjuk legyen pékség, legyen, ugye azt megtermeljünk oda mindent, legyen mondjuk asztalos üzemem, legyen mondjuk, mi van még? Gondolom van ilyen fonó, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen textil üzem, biztos, hogy van az is. Meg ugye van húsüzem, asztalos, azt már lehet, hogy mondtam. Szerintem ebből lehetne egy ilyen. Hát de jól néz ki egyébként a lekaszált fű. Az zavart jól néz ki. És ezt figyelj, nem kell több. Nem kell több. Egyébként el is adhatnám, lehet, hogy megfordult a fejetekbe. De szerintem nem fogom eladni. Mert nagyon, egyébként időigényes nagyon. De viszont így, hogy az állatoknak free megtermeled a kaját, így viszont nagyon nem időigényes, így egy nagyon jó feature ez. Ez így valahogy most nagyon tök jó. Figyeljetek, ezt összekapom, azt csinálunk egy szénabogát, lehet, hogy nem oda, ahol hirtelen oda leöntöttem, lehet, hogy az nem túl jó. Egyébként nem olyan kicsi terület ám, ez most így gyalogosan közlekedünk. Jó, hát ugye Farming Simulator ilyen epic nagy megmunkált területekhez képest, ugye nem kicsi, de hogyha most ezt így gyalog kellene ugye lekaszálnod, nézd meg. Azért elég sokáig eltart, meg ezt így kézzel kell összeszedni, azért az nem kevés. És tök reális, hogy azért ennyiből annyi kijön, hogy azért a birkáknak pár napig elég a kaja, nem? Hát ez valóságban is elég lenne nekik. 5 darab birkának. Ugye, hogyha lesz majd birkám, a birkáknak a szaporulata is jó lenne, ugye? Azt kell csinálni, hogy nem veszek birkát, meg nem veszek semmit, hanem inkább megvárjuk akkor a szaporulatot, jó? És kacok. És akkor valahol a közelbe kellene nekem ezt a szénabogját, hogy egyből be tudjam lapátolni, érted? Akkor nem kell idejelem se, nem kell. Akkor nem kell messze vinnem. Úgyhogy oda lenne jó. Figyeljetek, nem lehetne beönteni abba a pajtába? Abba a pajtába, oké, hogy ugye. Vagy figyeljetek, hát hiszen attól még le lehetne önteni.
hogy nem fér be, tehát ilyen kényszerített leöntéssel, ugye a kontrollível le tudod önteni. Szerintem, na tényleg, lehet, hogy nem fog gond beférni. Nem akarok itt hagyni füvet, valóságban is normálisan összeszedni az ember. Nem csak így, meg úgy, meg amúgy. Ez még a lapátban nem fér be. Igen, és ez nem is fog beleférni szerintem a tolicskába. Már ő, jó van. Ez mellé is ment. Oké, le is rakom, mert szerintem... Szerintem, ja, jó éreztem, hogy fullon van. Ha jó nagy izé ez, kulik. Na, és akkor lehet, hogy oda beöntöm, belülre. És akkor ugye onnan én ki tudom majd lapátolni, figyeld el. Ide, ja, hogy ott van a kajájuk? Aha, és ide leöntöm, az nekem mennyire rossz. Ha nem hajtható végre itt ez a művelet, de jó. Hát, figyeljetek, amúgy nem olyan rossz hely ez. És úgyse fogom megmunkálni ezt a földet. Már csak azért nem rossz hely, mert ugye innen egyből át tudom lapátolni. Úgyhogy itt lesz a szénak azon. Mert ez nem kicsi lesz, basszus. Jó, de tényleg jó lesz itt, mert ugye tényleg nem is kell sokat tökölnem, hanem átlapátolom. Ó, nagyon jó. Srácok, hát micsoda, micsoda ide realitás van itt. Böszme jó. Tényleg böszme jó. Na, és akkor nem sok minden marad. Azt lehet, hogy behagyom a talicskába. Nem, nem hagyom be a talicskába. Nem, ez a talicska az a tipikus izét hagyott be mindig a shittet, nem? Hogy a talicska az arra szolgál, volt, hogy nem is tudom, melyik humorista, egy stand-upos is. Ezt így kifejtette, de nagyon jót nevettem rajta, meg szerintem ez így majdnem minden hasztartásban volt. A talicska feladata a shit korlátlan ideig történő tárolása, amit nem tudsz hova rakni, nem? Vagy nem csak shit, hanem az olyan szemét, amit nem tudsz hova rakni az udvarba, jó a talicskába, hogy elfér. Oké, srácok, ezt ide rakom szerintem, de nem rakom oda. Kelj fel, barátom. Kelj fel, Jancsi. Ebben van még egy kevés, 1000 liter. Oké. Okay. Ezt betolom, odarakom valahova, a izit leöntöm azért. Róla. Oda meg ugye azért nem tudtam volna rakni ide mellé, mert ide kerül. Mondjátok, hogy ide kerül a... Tudod mi? Tudod mi kerül az? Oké. Okay. Most hol van a lapát? Jííí, bazze. Nem van a súlyt, tüzé közepébe. Ajaj, várjatok, a lapát érdekesen működik, mert ugye az egyből föl is veszed vele a cuccot, meg egyből öntöd is, ahogy vagy. Úgyhogy ezzel jóvatosan kell bánni, de viszont lehet vele kupacolni. Okosba látod. Össze tudod izélni. Össze tudod rakni egy magasabb, nem olyan terjedelmes kupacba. Na, már is egy barátibban néz ki. Jó, még össze is dobhatnám egy kicsit, nem dobom össze, hanem az lesz, hogyha kell, akkor majd én itt alakítom. Lehet, hogy veszünk még lapátot többet, hogy legyen a birkáknál is, meg legyen itt is, ott is. A talicskában nem kell. Oké. Okay. Ezt meg valahol félrelököm. Nem is tudom, hogy hova. Na, ez tök jó, az a talicska cucc. Annyi, hogy akkor kellene nekik vizet hoznom, és szerintem akkor itt kb. Megvan minden, ugye? Ő nekik. Ezt írja, élelem ma 3000 liter, állapot 0%, mert víz nincs nekik. De amúgy más van. Akkor hozzuk a vizet, várjál. Nem tézi. Most egyelőre akkor nem fogok kaszálni. Ezeket az eszközöket kéne valami értelmesen elhelyeznem, mert az a baj, hogy szana szét van már minden, és már elég sok van. Úgyhogy ezzel kellene valamit kezdeni. Ez a pecó az már kezd kicsi lenni. Mindegy. Ide jó összekoszoltam ezt a bringát, apám. Várjátok, mindegy, ezt lerakom ide. Egyébként mennyi eszközünk lett? És ez tényleg ilyen nagyon sziszifúzi munkával, ugye. A méhek meg berepülnek a kabinba. Ilyen nagyon sziszifuszi munkával kerestük össze ezt a, ezeket a dolgokat, amink van. Na, megpróbáljuk kiszedni onnan azt a valamit.
De akkor először annyit csinálunk, hogy megtöltjük a disznóknak az itatóját, ha már egyszer. Bármilyen jól átolattam, nem hiszed el, hallod. Komolyan mondom. Oda nézzél, tesó. Na, és akkor mivel ürít? Ezt meg kell néznem, bocs, gyerekek. De rá fogok cseszni, mert már megint nem fog jól lenni, ugye? Ezt itt ilyen eléggé epik rosszul rakja. Hát tudod, ezt ilyen hiperérzékeny, egy bizonyos helyen érzékeli ezt a vackot, és máshol nem, úgyhogy ez eléggé szívás. Hát jó, van, megyünk is tovább, mert akkor úgy látom, hogy itt ezt csak szívunk vele. Megyünk. Van nekik víz. Ezzel valamit kell kezdeni. Nem tudom, hogy az ólnak van-e baja, vagy amiatt, mert ilyen tök hülyén van a dragban. Úristen, ezt a vizet? Ezt nem viszi el. Országút 7-be. Sőt, országút 6-ba sem. Hát gyerekek, mi történt? Ez csak 2 tonna. Rátolatunk szépen. Úgy valahogy. És akkor ezt nem várjátok, ezt erre kell elvileg? Nem erre kell. Bocs, hogy megnézem, de itt valami nem stimmel. Lehet, hogy az izével nem stimmel valami. Nem manuálba kell? Nem manuálisan kell ürítenem, vagy valami csoda? Ó, jaj, bazza, nem csatlakoztattam a kábeleket. Ó, ez volt a baj, akkor a másiknál is lehet, nem? De nem. Srácok, ez a ciszterna, vagy nem tudom, ezzel valami baj van. Ez valahogy nekem nem akar működni normálisan. Ez egy szomorú dolog. Ez rohadt szomorú. Nem jó. Ez miért nem jó? Ez miért nem jó? Ennek garnán nem kell. Ez egyszerűen miért nem csinálja a gyerekek? De jó. És ez baromi jó egyébként, tényleg most ez. Na, erre valaki mondjon valamit, jó? Hogy ezzel most mi a szart tudok csinálni? Esélyes egyébként, hogy nem jó ez a mód, vagy nem tudom. Leginkább arra tudok gondolni, mert hát tök jól odaállok szerintem, úgyhogy azzal biztos nincsen baj. Szerintem legalábbis. Próbálom odébb, vagy valami csoda, de úgy látom, ez nem nagyon akar működni neki. Ha valamit nem veszek észre, vagy bármi, akkor nyugodtan szóljatok, de egyszerűen nincs ilyen manuális dolog se, hogy itt tudnék valamit csinálni, de nincs. Ide ugye már nem tudok mást felcsatlakoztatni. Itt biztos, hogy itt kell beadni a vizet.
egyszer nem akarja. Viszont oda nézzetek. Nagyon leterhel minket. Semmi. Jó van, gyerekek, akkor ezt így elengedem most, jó? Mert lehet, hogy kell vennünk egy újat, mert ez valamiért ott se akart működni, és nem hiszem el, hogy itt miért nem akar működni. Vagy az, annyit megpróbálok még, hogy nem-e oldalról, de figyeljetek, nem oldalról ürít, hanem ez meg hátulról kellene, és nem csinálja. És annyit csinálok, hogy így áll akkor a géppel. És figyeljük erre, hogy kiírja-e. Én csak így még nem tudok, mert itt ez a fűkupót. Nem látod? Egyszerűen nem. Jó, gyerekek, ez nagyon érzésem, hogy ez nem jól működik. Az MTZ-ben még belegázoltam az izébe, a gyöbbe. De figyeld, bezöldült a kereket, de durva. Ugye fönn van ez a mód, hogy mindig olyan színűen koszolódik, amit éppen csinálsz vele. Hát ez csodálatosan bátor, de na mindegy, szerintem el kéne mennünk dolgozni. És meg elmegyek a boltba, megnézem egyáltalán a boltba van-e másik ciszterna. Hát ez, vagy nem ciszterna, hanem ilyen lajtos kocsi. Ezzel a lajtos kocsival nagyon rácsesztünk. Ez szerintem nem működik jól. Nem hiszem el, hogy a izék rosszak, gyerekek. Úgyhogy nagyon gyorsan megnézem ezeket az állattenyésztésnél, hogy hogy mi van. Mert ez így, ezzel nem vagyok kivékülve. Ennyibe kell. Baze, modulatlan ma áram az ereje. Hallod? Hát menjetek a francba. Akkor meg ez is ki tudja, hogy jó, érted? 5000 liter, nagyon szor örülök neki. Ugye ezt vettük. Nem nagyon akar működni normálisan. Ilyen 3000 ereje van modulatlan, az biztos jó, nem? Arra nem lehet azt mondani, hogy nem. Nem is tűnik olyan nagyon újnak. Szerintem tök jó. Megpróbálhatnánk ezt még ezt a szekereset. Hát. Aztán ha meg ez se jó, akkor meg megbolondulunk, gyerekek, tudod. Az a probléma. Úgyhogy inkább a másikat. Viszont el kéne mennünk dolgozni, mert akkor nem nagyon lesz belőle pénzünk. Vagy nem nagyon tudunk venni, hogyha nincs pénzünk. Nézzük, milyen munkák vannak most már. Betakarítás? Jaj, várjátok. Mi ez sikert? Ez mi? Miért? Ez mi volt? Ez mi? Mennyi pénzünk van? Azt a betyár, gyerekek! Ne! Nem mondod! Úristen! Levonta! Levonta, bazze, amit nyertem! Há! Ne szívassatok, gyerekek, levonta! Azt a betyár, úristenit, hallod? Azt a betyár, úristenit. Ez nagyon megszivatott minket, gyerekek, öcsé. Szóval van itt egy nagyon durva 6 fölötös terület, oda nézzetek. Ő 23 ezeret ad, és még elvileg lehet profitálni belőle 11.100-at. A burgonya kellene 65, és nézzük már meg, bazze. 60, 60, 60, 61, 60, 66. Úristen! Na hát azt ott biztos, hogy nem fogom megcsinálni, nézzétek! Hát azt egy hétig csinálnád. Jól van, engedd el. Mi van még itt? Nézzük a pénzben, hogy melyik jó. Nézzük még a 68-os, az is szintén burgonya. De olyan nézzetek, gyerekek, mennyi gépet adnak nekünk? Mi a szarnak ennyi gép? Hallod? Ennyi gépet? Na jó, nézzük a 68-os területet. Úristen! Azért a 68-os se gyenge, gyerekek. Ide aztán most beadták az nagyon kemény melókat, mi? Hű, viszont az valahogy vissza kell termelnünk, hát nagyon-nagyon mínuszba lettünk, úristen. Hát nem kell vennünk semmit. Jézus Isten, gyerekek! Hát mosolyognak, vigyorognak a csávok. 69-es. Szóját kellene, báládásom, báládás, más nincs is. Zabot kellene, de figyelj, ilyen 1500-at adsz, vagy 1000-et. Szántás, szántás. Ha figyeljetek, valami nagy munkába bele kellene fogni. Azért abban nem fogok bele, viszont ez a 68-asban lehet, hogy megcsinálom. Mi az, fiat? Jó, gyerekek.
Ja, mert azért van két traktor, mert ugye az egyik az izével csinál, az egyikkel szeret. Na várj, és hova kell vinni? Mil Trans SP Z00 vagy ZOO. Oda kell vinni, és a 68-as terület, jó, 68-as terület, ott még egyébként nem is nagyon voltunk. Az azt mondja, hogy ahol szoktunk lemenni, ott a kereszttől a második terület. Szóval az lesz az, és valami izébe kell vinni. Azt a betyár, gyerekek. Hogy leszivattuk magunkat, bazen? Miltrans SP. Hát szó szarban, gyerekek. Szóval trans. Miltrans SP, viszont ezt oda kell vinni. Viszont nem kell messze vinni, úgyhogy az jó. 68-as terület. Gyerekek, bevállaljuk. Bevállaljuk, mert kell a lóvé. Az 25 ezeret tudunk vele kaszálni. Tárgyak kölcsönzése. Azt a betyár, gyerekek. Hát azt nem kell volna leadnom. Azt kell volna csinálni, hogy még nincs kész. Kit érdekel? Nem. Nem kell volna leadnom. Na jó, biciklire föl, gyerekek. Mínusz 17.600-unk van. Jaj, te Sanyi, hát ez nagyon-nagyon rácsesztél. Hát ilyen hülye voltál. Azt hitted, hogy megúszod? Hogy örültem neki, megvettem itt mindent, ez mínusz 17 ezeren van. Jaj. Hát ilyen izét kell venni, ilyen lajtos kocsit, azt nem nagyon tudok. Ez meg az MTZ-t, hogy ide betettem. Na mindegy, csináljuk gyerekek, hát kell a lóvé. Figyeljetek, hogy hol vannak a izeik, ezek a különböző kutyuk, mert különben sose lesz ez meg. Ez nagyon durva volt. Mármint ilyen, úristen, mekkora ez a krumpli valami. De Jézus Mária, és minek nekem két pótkocsi? Hallod ezt? Várja, de várja, álljál meg. Hát ezt nem fogom tudni csinálni én egyedül. Vagy ennek van valami tartálya? Ez nem instant kell, megy bele a másikba? Lehet, tehát akkor kell... Azt az anyád úristen itt hallod? Ez meg mi ez, Steyr? Úristen! Egy ugyanilyen van a faluban. Ez a Steyr Turbo. Igen, ugyanilyen van a faluban. De baze, ez mi az anyám valaga? Hát ezt hogy fogom én izéni? Hogy fogok én ebbe belepakolni? Na jó, van mindegy, vigyük le 68-asra. Öcsém, hát ez biztos nem automata váltó lesz. Hát nem. Van S fokozat, M és L. Gondolom az L a hosszabb, ez a small, ez még a large. Hát gyerekek, azért most ez így érdekes lesz, meg ezt hogy fogom ezt összeszedni? A krumpit én hogy fogom le arra? Hát akkor gépi munkás kell, hogy indítsak. Ha, srácok, mert ugye ezt egyből be kell pakolni szerintem. Gyerekek, ez ugrik mind a hortilóval hátrafele is. Na, egy kis retro gép. Na, csatlakoztassuk. Kardán, meg a gyerekek. De, mert ennek van tartálya elvileg. Nem tudtam. Ó, sokat tudok erről. Ilyen nagy dög krumpli szerelőgép. Négy sebesség van benne. És, ahogy nézem, az első a leghosszabb sebesség, gyerekek. Hoppa! Majd meg is feneklett vele. Gyerekek. 68-as terület, oké? Nem megyünk földes útnak. Ugyanilyen gyerekek, ugyanilyen gép van a falukban, esküszöm. A Tibikének. Tibikének a gépe, ugyanilyen szerintem. Mármint, hogy méretben nem vagyok benne biztos számba. Jó, átmegyünk. Azért dupla kerekek vannak rajtunk, arra figyeljünk azért. Steyr Turbo. Ez nagyon-nagyon-nagyon... Egyébként olyan hangja van annak a gépnek, már itt valóságban. Fütyül, mint az istennyire. Jó van, veretjük neki, gyerekek. Krumpli szedés. Hát a krumpli szedésre annak egy külön technikája van, gondolom. Oda nézzetek. Nem szereti. Visszatettem egyet. Nem szerette. Ezt az emelkedőt azért, meg van súly ennek a dögnek. Hoppa, hoppa. Hoppa. Gyerekek! Ez azért kéri.
kéri az energiát. Jó van, hát figyeljetek. Ez nem lesz kicsi munka, de tényleg kell pénzt csinálnunk. Hát itt nem nagyon sokat látni. Okay. És akkor az a lényeg, hogy a kereszt után a második föld. Jaj, nem, ha megint gyalogolhatok az a gyerekek. Nem, hiszen fel kell volna dobnom a tetejére, bringálod, vagy valami. Akkor itt a kukoricát, mert meglátjuk, krumpli van benne, ez a kukoricát nem kellene le gyűrönteni ezzel, de egyébként ez az emelkedő nem szereti az istájára. Pedig szerintem ezzel kellene szedni a krumplit. Jó, gyerekek. Hát ez így valahogy ráállunk. Valószínűleg ki kéne nyitni. Na. Akkor ennek van tartálya, annak már örülök. Úristen, hát ez mi az a szerkelet, gyerekek? Hát ezt így átlátni, hogy mi történik itt? Na várjál. Milyen megnézzük, hogy mi van itt. Azt a gyerekek, mi a túros rétes ez itt, hallod? Ezt meg akarom nézni. Abbaz. És ennek tuti, hogy van tartálya? Na, hát húzzunk egyet vele, kíváncsi vagyok. Ja, ezt lehet, hogy nem legnagyobb fokozatba kéne. Hú, hát ez nem indul el. Próbáljuk a legkisebbbe. Gyerekek! Hát lehet, hogy a Johnny-t szántak ennek? Ott volt egy John Deere is ez. Ez egyszerűen... Ez nem húzza el konkrétan. Jű, gyerekek, várjál, álljál meg. Álljál meg, bazzák, mindjárt lerepül a hanger fejünk. Álljál meg, jó, oké, nyugodjál meg. Hát ezt szerintem most eljárt, azt nem annak szánták, hogy én ezzel... Krumplit szedek. Aha, ja, ez így van. Oké, bocs, ezt nem tudtam, nem jó sort szedek. De majd jó lesz. Jó van, gyerekek, ez van. Vissza kell gyalogolnom. Hát megpróbáljuk a John Deere-t. Hát nagyon remélem, hogy valamelyik el is húzza. Mert ez nagyon-nagyon kérlódik. Ezt stoppolni kéne. Kellene busz. Lehet, hogy azt kellene, hogy ki... vannak busz megállók, nem a faluban is, akkor lehetnek úgy teleportálnom, hogy busz megállótól busz megállóig, vagy valami ilyesmit ki lehetne találni. Ugye az meg lehetne oldani úgy, hogy leraknék kikaruszokat a busz megállókba, és akkor azok között engedélyezett csak a teleportálás, viszont akkor az pénzbe kerülne. Tehát buszokat raknék le minden busz megállóba, és busz megállótól busz megállóig teleportálhatnék. És akkor, mint tudom én, 100 euró, érted? De ugye akkor sem mehetsz mindenhova, hanem busz megállható, busz megállható. Azért busznak kell elvenni a gépért, az sem a gyengele, de viszont ez egy jó ötlet szerintem. Egy buszokat lerakni. Az jó ötlet lenne, azt tetszerek. Hát nem kéne végigfutnom, cipő megkopik azzal, amíg hazaérünk, gyerekek. Itt is van egy földes út. Remélem, jó földes úton jövök. Nagy lószar gyerekek, ez nem ismerős ez a környék. Ja, azért nem, mert ugyan megnőtt a kukoricával. Körülke nézdi, basszus. Nagyon komoly. Ezt a fát, ezt megveszem ezt a területet, az lesz az első kicsapom. Hogy belelóg a gépbe. Á, gyerekeket, de nem egyszerű az élet, hallod. De minek kettő darab? Powerkocsi, azt mondjátok. Egyébként lehet, hogy gépi munkásra tervezni. Hogy azzal szedett, mert én nem akarom azzal szedni. Figyelj, ez egy kicsi John Deere. Hát ez biztos, hogy nem fogja azt elhúzni a lat. A Steyr Turbóra akarják azt bízni? Hát köszönöm szépen, nem tudom. Hát nem tudom, most így megmondom a frankot, hogy ez... Ha arra akarják bízni, az... Lehet, hogy én választottam meg, vagy valami nagyon speciális sebességi fokozat kell neki, de hát az nem nagyon akarta a jót. Az nem nagyon akarta a jót, gyerekek.
Aha, ez így. Ja, jó. Hát erre ugye nem tudsz még egyet összekapcsolni, mivel egy ilyen golyó. Nem. Összetudsz kettőt. Aha. Jó, akkor megpróbálunk még egyet, ha csak nem hátrafele ürít, nem tudom, hogy ez hogy fog működni. A gyerekek. Nem lesz egyszerű erre rátolatni le. Nem lesz egyszerű erre rátolatni le. Hát akkor most mi van? Tükörbe, bazre, mi? Nagyon jó lesz. Imádom a tükörből, komolyan nem tetszik. Tükörből akarsz rátolatni erre? Hát gyerekek. Megyünk koppig, aztán valami lesz. Elő. Nem látjuk egyik oldalt, és akkor csak jobb vagyunk. Hát ez bazen, ez nagyon nem ott vagyok. Tudod, egy kicsit, csak egy icipicit cseszted el képről. Azért nem láttad tükörből, mert annyira melletted volt egyébként. A hülye gyerek. Tudod, most nem azért, de tényleg nem látok semmit, érted? Tőle agykot látol. Jó, most mögöttünk van. Hát azért na. Azért a traktoros élete nem játék és mese. Hallottál már a kopaszról? Csúf! Vagy a gonoszról? Csúf, kopasz, fókusz, pókról? Hát, na. Itt töröd le a lámpát, ugye? Itt töröd le a lámpát. Jó volt. De legalább tényleg nem lehet. Paraszt nem lehet az élet hűség a gyerekek, az biztos. Próbálok kicsit megtöröm. Megtöröm a hátulját a gépnek. Hm? Hát ez nem nagyon jött össze. Apám gyerekek, azért itt föl van adva a lecke, nem? Dorsára érted. Arra, amit nem látsz. Eddig se voltam egy nagy tolatóművész. De most azért. Na nézzük. Egyszerűen full nem lát semmit. Hát nem hiszed el, hogy még mindig nem jó. Mindjárt előre. Kihúzatjuk előre, bazza. És nagyon kell nézni a tükröt, komolyan mondom, mert egyszerűen megőrülsz, hogyha nem. Ott a tükör, ugye? Ugye a tükör... Be ne látszol, amikor egyenesbe vagy, akkor kéne jónak lennie. Hát most nem látszik, másik oldal. Másik oldal se látszik. Most kb. Vonalban vagyunk, ugye? Hát, az ki kell szállom. Bocs. Mint a vonalban vagyunk, jó? Te futkorász a kapár. Jó. Szerintem jó vagyunk. Hát ez tökéletes, gyerekek, megoldódott a keleti kérdés. Ez meg ezt a kettő hodályt nem fogja elvinni, már most látom, halljátok? Higgyétek el! Ó, te testvérem az úrba, várjátok, meg kéne néznem, hogy ezek a gépek. A 6110M, ugye itt vagyok a boltnál, nem csalunk. 6110M Johnny. Meg a Steyr Turbo, melyik a lehetem? Vagy melyik a erősebb? Mert itt nekem vannak kétségeim, hogy ez nekem jó lesz ez a projekt. Fiatal grip. Ezek kis traktorok lesznek? Ne őrítsél meg. Ez az, ugye? 140 paci. És itt a Steyr. Hát a Steyr... Tud-e? Nincsen benne. Aha, jó van, oké. Okay. Nagyobb motort nem tudsz belerakni. Megnézzük a 6110-est. 6110M-mel. Elvileg ő 130 ló. Mind a kettő 130 ló. Nem, ő 135. Úgyhogy akkor egyforma erősek. Ő lehet, hát ő se automata váltós, mert mondom, hogy ha automata váltós, akkor még annyit hogy itt nyernénk az ügyön. Ugye, hogy talán az automata váltó jobban megtalálja megfelelő sebességi fokozatot, mint én.
De egyébként lehet, hogy ez erősebb. Ez mint a dinamikusabban menne, jó persze, tudom, nem egy izét, nem egy betakarítógéped visz. Egyébként 65 üzemóra van ebben már. Tehát azért itt ezek bőven használt gépek. Megpróbálom ezzel, megpróbálom a John Deere-re. Csapjuk neki. Hát, nem tudom mi lesz. Nem tudom mi lesz, hogy ez hogy fog megvalósulni. Viszont ugye a krumpli szedés az egy egész más metódus, mármint betakarítás szempontjából, mivel sorok vannak. És ugye azokon a sorokon kéne végig menni, tehát nem úgy működik, hogy leszekem a végét, meg ezt csinálom, meg azt csinálom szerintem, hanem ugye a sorokat kellene ugye követnünk valamennyire, úgy gondolom. Hát igen, ezt sem nagyon szereti azt a... Meg ebben ugye több sebesség van, több opció, és emiatt talán... Van a sebesség váltva? Így gyerekek. Úgy gyerekek. Nem. Nem szeretik. Nem szeretik a dombokat ezek a gépek. Hát ezzel akarják nekem, hogy csináljam meg a krumpli. Hát az nagyon nem hatékonyak leszünk ezzel, én úgy van. Úgyhogy ez érdekes lesz. Jó, még a Steyrnek adunk egy esélyt. Megnézzük, hogy mennyire fog működni rendesen, aztán valami csak lesz. Valami csak lesz, srácok. Azt hiszem, erre nincs autóforgalom, úgyhogy nyugodtan lehetek. Nyugodtan leparkolhatok, bár azért valamennyire normálisan parkolunk le, jó? Jó, mennyi már fő ezen a gombon, te testvérem? Nem mondod, idefélre állok. Nem is bírja tovább ennyi volt. El is fáradt, gyerekek. Meg azért gondoltam, hogy valami csak ennek kellene. Hopp, ennek meg megy a motor, ugye nem baj vagyok. Na figyeljetek, próbáljunk egy médiumon, egy kettes, vagy egy hármas van. Egy közepes, az mindenképp a közepes. Hopp, hát igen, úgy, hogyha nem indítod el az eszközt, ugye, akkor megy, mint az élvihar, mi? Na. Engedtük. Elindítottuk. Fű! Na bazze. Nem megy többet, hallod? Ez rossz eszközöket adott ki nekem. Ez a csoda. Rossz eszközök. Négy. És hiába taposom. Ugye fordulat szám sem megy följebb. Megpróbálom ugye a legkisebb be. Ugye följebb kapcsolatni. Nem lesz fordulat száma. Három. Ez nem viszi el, bazzeg. Gyerekek. Nem viszi el. Nem viszi, egyszerűen nem viszi. Ennek az eszköznek tuti, hogy kevés az a lóerő. Ez tuti. Ennek a krumpliszerűnek tuti. Nem néztem meg, basszus, azt még meg kell volna néznem. De ennek kevés. És nyomok egy M-et. És ennyi. M4-be vagyunk. L-be meg szerintem egyből le is kulladunk. Egy S-be. Ennyi van a gyereke. Nulla. Nincs, nem tudja vinni. Lehet, hogy dombnak lefele majd megereszkedik. Tök mindegy, milyen sebességi fokozatba kapcsolsz, kb. Ugyanaz egyébként, ahogy azt veszem.
Jó, adunk egy esélyt majd a John Deere-nek is, de nem vagyok benne biztos, hogy az is nekem jót fog tenni. Ez az eszköz, ez nem ide való. Ez 100% gyerekek. Nem ekkora gépekre. Megnézzük a John Deere-rel is majd, meg de mondjuk lefele biztos, hogy viszi még majd mind az őrült. Nekem egyenes terepen. Hát ugye amikor ilyen... Ezt nem tudom egyébként, hogy hogy húzza, és az is egy idegesítő dolog. Hogy szenved, bazzeg, úgy szenved. Szerintem ezt kimegyek vele teljesen, mert na, jó, gyerekek, micsoda fák, hát nehogy beakadjunk alá, akkor megőrülök. Be ne akadjunk alá. Ekkora géppel egy ilyen területet. Nehogy vissza kelljen dobnom, megőrülök. Még az a baj, nincs nekem se, ugye a 80-as, 82-es MTZ, hát az biztos, hogy nem fogja vinni, mint az őrült. Most ez van. Már megprób, most ugye kijöttem, teljesen kíváncsi vagyok, hogy hogy kell ezt húzni, ezt a vackot. Hiába jössz ki teljesen, akkor se. Ezt nem hogy teljesen ki kell jönnöd, hanem... Figyelj, be van kapcsolva minden. Rajta vezeték. Rajt van a izé. Minden be van kapcsolva, gyerekek. Minden tökéletes. Ez valahogy el van méretezve. Ja, és van, hiába vagy ez ki teljesen, akkor se szeri az összeset. Esetleg, ha visszafele lejönnénk ugye még egyszer. Úgy gyerekek, ezzel meg fogunk szívni. Nincs olyan sebességi fokozat, amivel elhúznám. Az összes, most végigpróbáltam az összeset. Ez így jó lesz. Egyel. Na jó, a gyerekek szerintem álljunk meg. Mert ez így nem, ezzel nem kell összezedni. Lecsatlakozunk. Ezt levegyünk a idejér, levegyünk a John Deere-ért. Annyit tudok, hogy azt megpróbálom. De ennek így nincs értelme. Hallod, ezt a nagy batárt! Ezt nem jól osztották ki nekünk. Ez biztos vagyok benne, gyerekek, hogy ez egy fél munka. És ezt nem fogod tudni megcsinálni, ezt hiába is csinálom. Ezt nem fogom tudni megcsinálni, meg fogjuk nézni, hogy ennek a nagy batárdögnek hány lóerő kell, de hogy nem 130, az biztos, gyerekek. Hallod, én ezt nem, el nem tudom képzelni, nekem nincs benne a mód ebbe, úgyhogy az se lehet, hogy most amiatt. De hogy ez valami nem stimmel, az biztos, gyerekek. Hallod, ez mi? Dupla kerék, minden kutya szarba az-e, ezt nem tudjuk elhúzni valamikor. Aztán, hogyha el se húzza el, akkor megnézem, hogy mégis mire lehet szalmítani itt. De én van egy olyan érzésem, hogy ezt se fogja elhúzni, úgyhogy ez a munka ez felállítós lesz. Tudti, hogy nem fogja elhúzni, valamikor. Tudti, hogy nem fogja elhúzni. Nem tudja felhúzni a dobbal. Ej, öcsém. Van ilyen, hogy izé, hogy szar gépeket ad be. Most, hogyha a John Deere húzza, amikor az is 135 ló, akkor meg nem tudom mi lesz. Megőrülök. Na ez, hogyan húzná? Nézzétek, mekkora ez az egész kocsla. Hát háromszor akkora ez, mint az egész traktor. De hogyan húzná ez? Esélytelen. Kardán levegő. Ugye? Nincs más. Nincs más. Úgyhogy más nem tudsz csatlakoztatni. Tehát nem azt, hogy nincs csatlakoztatva valami. Na gyerekek, nézzünk egy sebességi fokozatot. Mondjuk nézzük az egyes.
Csövesi fokozat, ája. Na várjál, hát először be kéne kapcsolni amúgy. Van egy olyan érzésem, hogy rúgnak a kerekeink. És nem látsz rá, tudti, hogy rúgnak a kerekeink. Egyszerűen egy helyben állunk. Igen, tudti, hogy rúgnak a kerekek, gyerekek, mert akárhol kapcsolsz, figyelj. A fordulatszám az annyiban 16 ezeren, mert ugye meg kell hajtani a krumpli szerőt. Úgyhogy ez itt 16 ezeren van, még nem is csinált semmit, figyeled? Tehát én nem lépek a gázra, hogy ilyesmi az. És próbálok, nyomom a gázt. Nuku. Semmi gyerekek. Egy sebességi fokozatban se indul el. Annyira elviszi a krumpliszerű az erejét. Viszont... Hoppá, ezt akartam. Leveszem. Hazamegyek gyerekek ezzel a géppel, azt megnézzük! Hogy mi, mekkora te izék kell ennek. Nézzük meg már, milyen eszköz van rajtunk. Van valami írás róla? Ránézek, akkor van. Roppa Keiler 2. Ezt nézzük meg ott, hogy ennek mi kellett. Mert szerintem minket úgy elvertek, mint szart a palánkon, hallod? Figyelj. Az a baj, hogy fölcsatlakozol instant. Instant izé. 1600 fordulat. Ugye, hogy forgatja a TLT magát a krumpliszerőt. Úgyhogy az mindenképp azt úgy viszi el, mint a szart. Én hibázok valamit? Nem. Azt sem értem egyébként, miért nem kell leszedni a szárát. Hogy ezzel a krumpliszerővel nem kell leszedni, ezek szerint. Minden gyerekek, megyünk haza, aztán megnézem a boltba. Hogy ennek a krumpliszerőnek mennyi, hány ló kell. Mert ha 130 vagy 100 ló, akkor meg nem fogom érteni. Szerintem ennek egy olyan 200 lónak kell lennie. Úgyhogy ugyan vertek minket a melóba, mint a szar. Mindegy, akkor meg dobhatjuk vissza, viszont akkor abból tanultunk, hogy nézzük meg ezeket a rohadt tüzéket, eszközöket, mert meg tudnak minket szivatni ezek a emberkék. Ez a gép, ez meg se ez indult. Steyr Turbo az meg valamit elindult, ugye? Egyel. Lefele biztos, meg síkterepen még el is húzná, azt mondom, de szerintem akkor se úgy, ahogy kellene. De itt minket átvertek, gyerekek, át vagyunk cseszve. Most 17 ezerünk van, jaj! Ez nagyon jó. Nagyon jó. Földön futók leszünk végén még. Az előbb meg még itt ilyen termelési láncokról beszéltük, meg ilyenekről, nem is láncok. Mekkora hatalmas üzleteket kötünk. Erre meg mi történik? Minusz 17 ezer, munka az nem jó. Átcsesztek minket. Dörgölünk haza. Hazajöttünk a géppel, ne viccelj, megnézzük, hogy mi van itt. Több gép nincsen, úgyhogy nem kell levámonom a tetejét. Na mi van? Mi van, mi van, mi van? Kicseszett át minket, mi történt itt? Nézzük meg azt a krumplizét, szerőd baza. Cukorrépa, burgonya technológia. De nem is ez az. Ja nem, az, akkor az cukorrépa, nem is burgonya. Melyik volt az el? Ez a Panther 2, ugye ez az? És nem mond, nem. Ja várja, nem, itt kell lennie. Bocs, bocs, én voltam ugye, igen. Ropa, itt van. Hallod, 200 lóerő kell neki, oda nézzé. 200 lóerő kell neki, mi nekünk meg kaptunk 230 lóerős traktort. Hát elmennek a bánatos mocskos rohadt életbe, abba. Hát ha fából lenne, meggyújtanám.
Hát ne ránk súztak egy 200 lóerő. És akkor nem csoda, bazza, TLT-t bekapcsolod, aztán nem a izé, a gép kezdne pörögni, bazza, nem a izé krumpliszerű. Hát, hol van a biciklim? Fölmondok, hát hülyének néznek engem, komolyan mondom, hol van a biciklim? Hol van a biciklim? Add elő a biciklimet. Megyek innen haza. Hát ne vicceljenek már velem. Istenem, te. Ha milyen munkát rám bíznak, érted? Pedig az a Steyr Turbo az is az 135 lóerő, ott volt. Ez is 135 lóerő. Akkor mi az, mivel húzza meg? Biciklivel? Vagy mivel? Egy gyerekek jó ervertek minket, na. Úgyhogy akkor... Úgyhogy árverés. Ez a mai nap, ez nem elég deficit is lett. Nem tudunk menni, ugye, nem tudok vizet. Ez meg a legjobb, ugye nem tudok vizet izelni, hozni ezeknek, vállalatoknak, íheznek, szomjaznak. Jövő hónapban meg már október. Ó, te Isten! Na jó, a mélyek legalább vannak. Hát én nem gazdagszunk meg, gyerekek így. Na jó van, gyerek. Na, ezt meg olyan jó helyre álltam, hogy a kettő. Hát mélyek, mélyek közé közé szálltam. Mélyek. Ó, te fiú. Na, menjél bele abban valamiben. Srác, komolyan mondom, mi volt ez? Ah, itt az öreg fószer. 2% előre van. Jól van, kösz. Elvetés. Nem érdekel a munkád. Ennyi volt, fölmondtam. Sikertelen megbízás, nem számít. Na, srácok, elbúcsúztam, várlak benneteket a következő részt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszettek a tervek, meg minden, hát látjátok, hogy ilyen dolgok vannak, hogy emberik az embert a munkával. Egyetlen valamit még megnézzek, hogy a disznók termelnek egy ganyét, de lehet, hogy igazatok van, és nem fognak termelni. Az viszont akkor eléggé szomorú leszek, akkor rágya 0 liter. És nézzetek, milyen idője van, milyen bakancsnyom van nekik. Hát az egy kellemetlen. Na, viszont termelnek üzét. Kaját, úgyhogy az jó lesz. Majd át fogom telepíteni másik oldalba őket, hogyha lehet, modolatlanba, és akkor talán ez jó lesz. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, ciao!